Az én gondom. Éj a márnap a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáltak, hát rázd meg magad, ébresztő, és hidd el nekem, te leszel a nagy menő. Ez egy furcsa sziget, furcsa divat hódi, hallod az égdez, nézd ez a módi. Ez nem álom, és mégsem való, mintha a tengerparton napozna egy maslakó. Feléd néz, furcsa keze is hív már, magam elé mutat, hogy hol napozzál. És felpörög a zene, beindul a zene, szívlenyog napokjaidat bökezően méred. Álmodj, hogy platik a fény, rombol a nyár. E földnek én ne érdekeljem, ha esik a hó, mert nyarani visz az álomhajó. A karibi dobok mögött duett partnerem Hevesi Tamás. Hát, én még nem szeretném, de azt is csinálhatnám, hiszen az egész életemben az egy dobogtál voltam, hiszen, figyelem, most figyelj, 1, 2, 3. Hevesi rapper Tamás! Figyelj, hát a Hevesi az Isten. Azt nem tudom, hogy a Hevesi miért próbálkozik folyamatosan a rapper, mikor nem tudja megegyezni a szöveget. Ugyanez volt a Starban, és ugyanez volt esetleg. Hát ez a száraz. Miről beszélsz? Vagy egy másik nyelven mondta, amit én nem értem. Én értettem minden. Ezt akartam mondani, simán lehet egyébként, hogy ez a szöveg meg volt tanulva, csak a kukira lett ráhangolva. Tehát, hogy de ez figyelj, ez tisztelő nekem. Úgy, úgy csinálta meg az egész, hogy kuki pontozzon egy 10-esre. Figyelj, nem tudom, hogy mi történhetett, vagy lehet, hogy nem volt alkalmatok találkozni a produkció előtt, de olyan volt, hogy két teljesen külön produkció zajlott volna a szemünk előtt. Volt lehetőség találkozni előtte, hogy ez... Igen, kétszer találkoztunk, igen. Igen, akkor gondolom, akkor beszélték át a főgéket. Figyelj, jó pofa volt, megmondom őszintén, hogy igen, most a Tomi egy picikét azon a szöveget egy kicsit slendriára vette. Meg kell, hogy dicsérjem az Edinát, megint szépen énekeltél, elképesztően csinos vagy, szépségkirálynő vagy, azt gondolom, hogy magasan túlszárnyalod az elvárásokat, amit egy szépségkirálynőtől énekesként váratunk. Úgyhogy az a része nagyon jó volt, a produkció az meg nem volt világos, hogy ez mi volt, de egyébként majd mindjárt kiderül. Bevallom őszintén, hogy amikor én eredetiben hallottam annak idején a 90-es években ezt a dalt, én akkor is egy betűt nem értettem a rap részéből. És igazság szerint, ha jól tudom, magát a dallamot is valaki más énekelte fel. Figyelj, Edina, ha véletlenül valamiért már nem leszel szépség királynő, még simán vokálozhatsz majd az Irigy Vonaj Mirigynek is, ha gondolod. Na, akkor ez meg is van. Nem múlik el, nem mondta Nátha. Nem, hát nem, de Isten, egyébként tény is való, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól énekelsz, gyönyörű vagy. A Tamás is nagyon jól énekel, és a Tamás is gyönyörű, és egyáltalán nem zavart, hogy nem értek egy büdös betűt sem ebből a rap részből. Kuki értette. Figyelj, annyira szépen francolul repeltél, hogy le a kalappal előtted, az a francia, amit most nyomtad, ez nagyon jó, de tényleg. De tényleg, Tamás, itt figyelj, megtisztelő. Fordíts már le magyarra, légy szíves. Halomhajó, Claudia, hát nekem a kedves halom, slágerem. Halomhajó? Egy halomhajó? Halomhajó. Ja, halomhajó. Halomhajó. Mikor először jöttem Magyarországra 1997-ben, igen, jól mondtam, akkor ez volt a nagy sláger, és nekem ez egy jó emléke. És hogy mondták nekem a zsűri tag, vagy mondták nektek, hogy figyelj, Edina, hát hogyan tudod annyira jól énekelni? Mi a titok neked komolyan? Te jössz a színpadon, jól ezen magad, egy darab hamisong nincsen, megvan minden, én nem tudom, nem lehet kötékeni beléd. Ne esküszöm neked. Köszönöm.
Ami biztos viszont egyébként, aki nem értette a rappet, az nagyon nyugodtan nézhette Tamás, mert ő mindent elmutogat. Igen, igen. Hajó, fa, lány, én, énekes. Abszolút, abszolút. Hogy ezért mennyi pontot ad Tibi? Azt el akartam mondani egyébként, hogy még tudok vele tartani. Nem úgy mentem fel, hogy elfelejtettem a szöveget egyszer színpadon, hanem úgy, hogy tudtam, hogy még nem írtam meg. Úgyhogy tudok vele tartani. Figyelj, fenntartva az, hogy nem vont le semmit a produkció értékéből, hogy nem tudtad a szöveget, ennek egy nevelő célzatú 8-assal büntetném a felkészülés hiányát. A felkészülés hiányát, nem dumás. Ez a stressz, nem a felkészülés hiánya. Abszolút, abszolút. És egyébként, Ani, mielőtt pontot adsz, meg kell, hogy védjem, az Edina úgy reppel, hogy nagyon sokan megemelhetik a kalapjukat Magyarországon. Igen. Ez az egyik, a másik az, hogy impro, az impro megoldották a feladatot, még ha kicsit bele is bakisztak. Úgyhogy Tibike. Köszönjük szépen a segítséget. Nekem nem tűnt fel a baki se, és én megmondom őszintén, hogy elfogult vagyok veletek, mert én imádom. Kimaradtam valamiből, csak folyatok. Mondjad, Andi, ne is figyelj rájuk. Tudod, most lassan úgy fogok járni, mint a viccbeli nagymama, hogy mi van? Semmi, Andi néni, hosszú, semmi baj. Tehát most már elfelejtettem, mit akartam mondani. Egyszerűen nekem pontot, nagyon pontot, jó. Pontot. Köszönöm szépen, 10. Így kell belezavarni a zsűrit, látjátok? Na? Engem egyszer van itt, 10 pontot adom, jól énekelsz. Se tényleg, nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük. Akárhonnan nézzük, 28, második hely. Szerintem nagyobb legyél mindig ilyen vidám, Tamás. Tudsz-e más lenni, nem tudjuk. Minden esetre ez nagyon jó, mert mindig felvidít minket, Tamás.